Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Csátényi Község önkormányzatának képviselőtársulata és a magam nevében is minden megjelentett, meghívott vendégeinket, a 65 év feletti időskorúakat, és remélem, hogy nagyon megköszönöm azt, hogy ennyien megtiszteltek a jelenlétükkel bennünket, akinek esetleg nincs helye hátul itt az első asztalnál még tudunk rendelkezésre állni ülőhelyjel, úgyhogy azt megkérem, akinek nincs helye, az fáradjon ide előre, és bízom abban, hogy úgy, ahogy a hagyományunkhoz képest az előző években is szinte ugyan ebben az időszakban meg tudtuk ünnepelni kellemes kis rendezvénnyel ezt az alkalmat, így ma is ez reméljük így fog történni. Tehát most kezdésképpen fogadják szeretettel a Csátényi Általános Iskolásoknak összeállított műsorát. Köszönöm. Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, szüleim ketyében csak úgy illatozok. Én ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa, de ki nem nyílhatok, csak úgy hervadozok. Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, szülei, mégis az Istennek dicséretet mondok. Köszöntök! Elmúlt egy újabb esztendő, történt jó is, rossz is, elegendő. Gondoljunk az idősekre, kik előttünk járnak sok-sok évvel. Tiszteljük a sok-sok munkát, törődést és fáradozást. Igaz szívvel, szeretettel köszönjük meg, amit éltünk, tettek. Nagymamák és nagypapák, örök fiatalok, legyen ma egy végig napotok. Felejtsétek a búg bánatot, legyen még tengerni boldog órátok. Gyerekek, gyerekek, mi van ma veletek? Nem maszatos senki, csendben van mindenki. Szemetet se hagytok, oly rendesek vagytok. Látjátok, nagymamák, milyen jó unokák, ünneplőkben vannak, verseket szavalnak, minden nagymamának forró csókot adnak. A három pösze. Egy asszonynak volt három lánya, az egyik csinosabb, mint a másik, de mégsem akadt kérőjük, mert mind a három pösze volt. Egyszer egy idegen legény állított be hozzájuk, és azt kérdezte az asszonytól, van eladó lánya háznál? Van! Három is! Jóra való legénynek mind adom, amelyiket választja. Az asszony leültette a legényt, feltett a tűzhelyre egy lábos tejet, aztán gyorsan beszaladt a szobába, és azt mondta a lányainak, hogy csinosítsák ki magukat, ügyesen forgalódjanak a legény körül, de egy árva szó nem sok, annyit se szóljanak. A lányok úgy is tettek. Nem szóltak semmit, csak mosolyogtak, ügyesen sürögtek, forogtak a legény körül, aki azt se tudta, hová legyen zavarában, hogy három ilyen szép lány közül választhat. Beszélt az öreg asszony, csak úgy dőlt belőle a szó. Mikor látta, hogy tetszenek a legénynek a lányai, örömében minden egyébről megfeledkezett. Egyszer csak látja a legkisebb lány, hogy fut a tej. Fölriad és ilyetten kiáltja, puta tej, édesanyám! Mire a középső rászól szigorú hangon, ne folyj te, nem tudod folni! A legöregebb meg büszkélkedik, ládd, én ettől tolok! A kérő kimerett szemmel bámult rájuk egy percig, aztán fogta a kalapját, szó nélkül elment, még a kávét se várta meg. Halkan puhán szilom bele, simogatja öreg kezed, piros szegfű halvány rózsa, téged köszön.
apukák szavaival így szól a nagyapadal, dédelgetve dúdolgatja kis szívében fiatal. Mint a termő gazdag ág, olyanok a nagyapák. Karjukon, mint bimbók ülnek, gyerekek és unokák. Mint a kerek friss cipók, olyanok a nagyapók. Ízesek is, melegek is, bár nem boltban kaphatók. Mint az ágy lágy paplana, olyan minden nagyapa. Betakargat, elaltatgat, vigyázz rád éjszaka. Mint a lombos almafák, olyanok a nagyapák. Gyümölcsük az unokáknak, érlelik egy életen át. Köszöntő! A nagymamái egy egész más világ. Ő gazdagabb lesz azzal, hogyha áld. Szíve csodás mesékkel van tele, és nem bolondít, andalít vele. Ha rossz vagyok, homlokát elkutja a bú, aztán volt, nincs háború. Ha könnyen csordul, lecsókolja ő, bármikor hívom, frissen jön elő. Játszani velem minden percben kész, ezért szeretem, ennyi az egész. Köszönet nagymamának, este elaltatnék, arkán csillag mesék szép szava, még az álmaim is őrzi a gondos jó nagymama, szeretetét, törődését, megköszönöm neki ma, és sokáig egészségben, édes drága nagymama. Ha nagyanyó mesél, nagyanyó, nagyanyó, ha mesét mond, csuda jó. Felhők fölött szállunk, kék hegyek ormáról, lógatjuk a lábunk. Ahány csillag lángolt csodaszépen, őd és nyuszi az erdőn a lányban. Ahány harcsa úszik a Dunában. Ahány legyet fog a füsti pecske. Ahány kiflik meg süt a kemence. Érjen így ma mindenkit, annyi öröm és szerencse! Iskolába térjük, érdekel!
köszönjük az iskolásoknak a színvonalas műsorát, és nagyon örülök még egyszer innen, főleg fentről jobban látom, hogy tárt ház van, de ennek az ünnepségünknek az apropóján nem csak a jelenlévőket köszöntöm, hanem üdvözlöm azt a 165 év felettit is, aki ma valamilyen okból nem tudott vagy nem akart eljönni közénk. Igaz, hogy gondba lennénk, ha mindenki itt lenne, mert rá sem tudnánk helyezni. Tehát őket is tisztelettel üdvözöljük otthonukba, meg fogják kapni ők is maradéktalanul a következő héten az önkormányzat ajándékát. És még itt megemlékeznék fájó szívvel azokról is, akik eltávoztak ebbe az elmúlt egy évbe, az örök hazába közülünk, minden tiszteltem a lövék. Úgyhogy innentől folytatva a megemlékezésünket, egy rövid beszédet mondanék az idősek napja alkalmából. Ismét egy eltelt évet tudhatunk magunk mögött, megint itt az ősz, hullanak a felevelek, és Zsoldos Imre idézete szerint száguldva vágtat, rohan az idő, sorra váltják egymást föl a hetek, minden nyár gyorsabb, mint az előző, az időnek nem mondhatunk állj meget. A mai napon itt ünnepeljük és köszöntjük településünk idősebb generációját. Mi emberek furcsa lények vagyunk, változatlanul tudunk örülni, sírni, dühöngeni, de szeretni is tudunk, amely a legcsodálatosabb dolog ezen a világon. A szeretet himnuszából idézve, a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gárjad harapra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlja. A mai alkalommal és évközben is mindig megpróbáljuk viszonozni, ha nem is folyamatosan, de többször a részünkre az előző generációk által nyújtott szeretetet, gondoskodást, és próbáljuk alkalmazni a kapott pozitív tapasztalatokat. Évtizedeken keresztül példát mutatva jártak előttünk, taposva a jövő rögös útját, bizonyítva azt, hogy hogyan kell küzdeni a kilátástalan helyzetekben is, amikor már a remény is elveszettnek látszik. Többször bizonyították, hogy mégis kell és lehet megoldást találni, ha nem is mindig a jó megoldást. Egy ilyen helyzetben vagyunk most is, amikor nagyon kiszámíthatatlan a jövőnk és sajnos az országunk sorsa. A fiatalabb korosztály igyekszik megadni a törődést és a gondoskodást, amit az előzőekben önöktől kaptunk. Rohanó világunkban azonban mindez nem sikerül maradéktalanul, ez a viszonzás, de gondoljanak arra, hogy önök is voltak fiatalabbak, és az élet mindennapjaiban nem jutott elég idő és energia sok mindenre olyan mértékben, ahogy azt akkori öregjeik, időseik, szeretteik elvárták volna. Ha mégis megbántottuk volna önöket, ezen korosztályt, ami biztos, hogy többször előfordult, ezért elnézést kérünk a fiatalabb generációk nevében, és köszönjük még egyszer, hogy az ünnepségünket ilyen szép számban megtisztelték. Most pedig engedjék meg, hogy itt velem szemben köszönhessem falu legidősebb asszonyát, Simon Istvánnét, aki 93 éve él, és reméljük, hogy még a százat is meg fogja érni, és akkor is köszönhetjük külön, ami az önkormányzatnak egyébként is feladata. És látom, hogy nagyon jó erő, egészségben tetszik lenni, aminek különösen örülünk, és ugye most nem él már itt a faluba állandó jelleggel, hanem Budapesten, de azért nagyon örülünk, hogy a mai alkalomra tudták biztosítani ezt a lehetőséget, ezt az alkalmat. Majd amikor oda érünk, akkor ha kíván Simon néni valamit mondani, akkor meg is fogom adni a szót. Sajnos a legidősebb férfi állampolgárunk, Nagy Dezső bácsi nem lehet köztünk, aki 89 éves, egy picit gyengélkedik, ezért innen is jobbulást és erősödést kívánunk neki, és szerény ajándékunkat, majd külön ajándékunkat is el fogjuk hozzá juttatni, jelzőasztalra a héten meg fogjuk látni. Továbbá a hagyományoknak megfelelően fogadják 4000 forint értékű vásárlási utalványunkat, amelyet a Csetén Kóp ABC-ben válthatnak. A vásárlási utalványt minden időskorú jelenlem lévő 65 év feletti állampolgárnak is eljuttatjuk, ugye, ahogy már itt utaltam rá,
és a mai nap hátralévő részében azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, jó egészséget, hosszú életet, békés, nyugodt öregkort, és minden jelenlévőnek majd, amikor feltállalnak, jó étvágyat kívánok a jövő évi viszontlátás reményében, és mindenki fogyasszon és érezze jól magát a mai napon, azt kívánom. És most ezt követően még az ételek még készülnek és kialakulásra kerülnek, akkor felkérném Hardon Tamás lelkész urat, hogy üdvözölje a közösséget. Nevében is, és Simon nénnek a elnézést a jelentős, hogy megkérdezik, hogy akkor most melegébe adja át a külön is. Amelynek a fogyasztása során nem emlékezve rá. Isten áldását kívánom, és engedjék meg, hogy elsőként egy énekkel a fiataljaink fognak szolgálni. Az ünnepeltek felé minden asztalra jutott néhány kis irat, amely az éneknek a szövegét segít. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak fázisok, periódusok, amikor meg kell tudni bocsátani. Amikor emberből vagyunk mindannyian, és szükségünk van arra, hogy megbocsássunk, vagy bocsánatot kérjünk. Elengedjük a tartozásokat, és új lappal kezdjünk. Erről fog most az ének szólni. Fogadják szeretettel. Isten igéje tanít bennünket, és rövid néhány gondolatot szeretnék megosztani köszöntésképpen, amellyel szeretném mindannyiunk figyelmét, ha csak a rövid néhány percig is, de a mindenható Isten felé emelni, hogy tekintetünk a földi, a vízszintes, horizontális dimenzióból a vertikális felé is elinduljon, tekintsünk fölfelé.
Lukács evangéliumából 2 és Máté evangéliumából is 2 versét szeretnék olvasni. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költségeket, hogy van-e mivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja ezt mondván. Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni. Máté evangéliumában pedig így hangzik az igen, aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzám, csak inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Jézus szavai ezek, az őt való, őt követésről szól. Néhány kérdéssel szeretném a mai mondandómat, köszöntőmet kezdeni. Van-e valaki közöttünk, aki azt mondja, hogy Isten nincs? Nem kell jelentkezni, senkit nem akarok kellemetlen helyzetben hozni. Következő kérdésünk pedig arról szól, hogy van-e közöttünk valaki, aki élete befejeztével nem az Isten országába szeretne jutni, hanem a gehennára. Van-e itt közöttünk olyan, akinek élnek még a szüleim, akiket szeretnénk és tisztelni kell. És bizonyára sokan vagyunk, sokan vannak önök, akiknek a gyermekeik még élnek. A történet szerint, mielőtt a kérdésekre néhány választ is adnék, egy ateista embert, aki tagadta Isten létezését, egy bibliai szemináriumra hívtak meg. És az alkalom végén, a tanítás sorozat végén feltették a kérdést, hogy szeretne örök életet nyerni. És ez az ember azt fogalmazta meg, a legkevésbé sem. 39 éves vagyok, az elmúlt napokban majdnem meghaltam. Tele vagyok nyomorúsággal, tele vagyok betegséggel, megoldhatatlan problémáim voltak az elmúlt 39 évben, a legkevésbé sem szeretnék örökké élni. Igen, emberi dimenzióban valóban így van, hogy sok fájdalom, nehézség, nyomorúság az életünk, és mégis megbocsátani, elengedni. Akit szeretünk, olyan könnyű felé megtenni, de akit nem szeretünk, aki tüske, aki amúgy is nem tartozik a kedvencek közé, nem szívesen tesszük meg. És a kérdés így hangzik, ki áll ma szeretetem középpontjában? Az ige arról szólt, miután alapot vetettem. Miután alapot vetett az ember, és nem bírta elvégezni, nem bírta befejezni. És mindannyian, amikor látunk egy építkezést, elkészült az alap, úgy reménységgel tölt el. Igen, ez már valami. Itt már látjuk, hogy valami történik. És azt múlik az idő, és az alappal, az alapon túl nem történik semmi változás, akkor elkezdünk beszélgetni. Mi történhetett? És ez csak az első lépés, az első fázis. És ha tovább nem készül el, akkor kérdések maradnak. És ez egy egyszerű példa a hétköznapi életből, de ugyanígy minden ember, ha akarja, ha nem, ha elhiszi, ha nem, ha egyetért vele, ha nem, lelkileg, belsejében is építkezik. Valamit épít. A fizikai dolgok nagyon érdekesek, értékesek. És sok esetben azt tapasztaljuk,
hogy a fizikai építkezés után, egy elköltöző halála után a fiak, a lányok, az örökösök veszekszenek rajta. Miért van az, hogy jobban szeretjük fiainkat, leányainkat, gyermekeinket, mint az élő Istent és az ő egyszülött fiát? Talán van egy alapom, és büszkén vallom. Konfirmáltam. Első áldozó voltam. Ehhez vagy ahhoz az egyházhoz tartozok. És különben is Isten úgy is megbocsát, irgalmas. Különben is olyan sok jót tettem. Szerettem a szüleimet. Meg különben is ők is olyan vallásúak voltak, mint amilyen én vagyok. A gyermekeimet annyira szeretem. Szinte bárányozom őket, és amit csak kérnek, kívánnak, mindent megadok nekik. De ez nem belépő, nem elegendő Isten országában, mert Jézus azt mondta, aki jobban szereti apját és anyját, gyermekeit, fiait, leányait, mint engem, mármint Jézus, nem méltó én hozzám. Kérdésem a következő, szeretjük-e annyira Jézust, mint amennyire gyermekeinket szeretjük? Lelkileg, bensőnkben miért nem vagyunk hajlandóak az alapnál tovább építkezni? Talán túl nagy az ár? Akkor miért vettünk alapot? A történet azt mondja, hogy mielőtt valaki építkezni kezd, felszámítja a költségeit, hogy lesz-e elegendő fedezet arra, hogy az építkezés, a mű elkészüljön. Ha szeretnénk Isten országába jutni, miért nem építjük lelki házunkat? Nem túl nagy az ár felvállalni azt, igen, fel kell, hogy szeretem Jézust, követem tanácsát, megbocsátok, hogy nekem is megbocsásson a mindenható Isten. Gyakran elmondjuk imádságban az Úr imádságát. Bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és közben nem tesszük meg. Isten, nekem bocsáss meg! De én nem bocsátok meg. Soha nem fogok megbocsátani, nem tudok megbocsátani, képtelen vagyok rám. Szeretem, tisztelem szüleimet, gyermekeimet, gyermekeinket, de az első helyen az élő Isten és az egyszülő fia legyen az életemben. Felvállalni azt, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Ha nem hiszem, mit jelent számomra, számunkra az advent? Mit jelent a karácsony? Egy alap, amin nincs épület? Ő nem Jézuska, nem csak egy ticsiny gyermek, aki megszületett, meghalt, és elfelejtették őt. Az ő tevékenységem és az ő munkája, neki gyümölcsei, amelyet hagyott a világra, maradandó értéket képvisel. Ne szóljon, ne csak az étkezésről, az evésről, az ivásról szóljon az advent ünnepe. Álljunk meg egy gondolat erejéig, mit építettem. És ha kell, fölvállalni önmagamat. Nem másokat, nem a mellettem lévőt, nem a férjet, feleséget, rokon, barátot, önmagamat. Felvállalni azt, hogyha 10 bűnöm van, vagy 10 000 bűnöm van, elválaszt Istentől, és nem juthatok Isten országába. Lehet, hogy azt mondom, nekem van egy alapom,
van egy vallásom, ehhez tartozom, de ezzel nem jövök el Isten országában. De kérhetem, ha megállok és magamba tekintek, és magamba tekintünk, Jézus Krisztust, akit fel kell, hogy vállaljak, fel kell, hogy vállaljunk, hogy megbocsátja bűneimet, amiképpen én is megbocsátok, ahogy az Úr imádságában mondom őt. Kérjük meg őt. Ezt kívánom, hogy a 2011-es évben, a karácsonynak mindenki életében, akik ünneplik a karácsony, a Szentestét, a szeretet ünnepén, legyen mindenkinek az életében csak egy-két perc, néhány perc. Kérjék az élő Isten fiát, hogy tegye meg, bocsáss meg, amiképpen én is megbocsátok. Tanuljuk meg, hogy megbocsátjam a bűneinket, amiképpen az Úr imádságában is alkalomról alkalomra elmondjuk. Mit kívánunk ezekben a gondolatokban? Ébrezgetés, bátorítást, hogy tekintsünk fölfelé. Az évek szaladnak, az idő gyorsan fut, és az idő arra buzdít és figyelmeztet bennünket, hogy rendezzük viszonyunkat, kapcsolatunkat az élő Istennel. Én kívánok áldott adventi időszakot minden jelenlévőnek, kívánom azt, hogy a karácsony legyen áldott, legyen békével, szeretettel és örömmel teljes, és kívánok az új esztendőre is, nem tudjuk, mit fog hozni, nem tudjuk, milyen helyzet és körülmény lesz, hogy az új esztendőben a reménység és a hit senkit ne hagyjon el. Isten áldását kívánom mindenkire. Köszönjük a lelkész úrnak a köszöntő szavait, és külön köszönöm a lelkész úr által szervezett fiataloknak az előadását. Nekem legalábbis nagyon tetszett és alkalomzillő volt. Most pedig megadnám a lehetőséget majd jelentkezés alapján, aki esetleg kívánna a mai alkalommal valamit közzétenni, közreadni, felolvasni. És most mindenek előtt akkor, mivel már jelezte nekem a Bordis lelkész úr, akit külön üdvözlök, ugyan már nem teljesít szolgálatot, de megtisztelt bennünket, hogy elutazott Budapestről ide ezen alkalomból. Egy várssel szeretnék köszönteni, úgy tudom, a jelenlévőket, és megadnám neki lehetőséget. Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenek előtt azt köszönöm meg, hogy itt lehetek, és hogy az itt létemnek a fő oka mi, egy szóban tudnám kifejezni, a barátság. Közel 5 év annak, hogy az itteni baptista gyülekezetet megismerhettem. Ezen keresztül folyamatosan nagy családnak, Csetény népének a nagy családját, keresztény testvéreket és mindannyiukat, kedves barátaimat. Jézus Krisztus egy alkalommal azt mondta a tanítványainak, hogy ti az én barátaim vagytok. Akkor mondja a nagy parancsot is, egymást szeressétek. Hát ez az oka, hogy eljöttem, és egy kis áldozatot vállaltam, hogy találkozzunk ma. Nem utolsó sorban Albert Mihály polgármester úrnak is köszönhetem a meghívást, és úgy gondolom, rajta keresztül az egész közönség, a jelenlevők, az önök meghívását. Megtiszteltetés számomra ez, és még ezt az évet együtt kezdhettük úgy, mint helybeli lelkipásztor, illetve a baptista gyülekezet lelkipásztora, később eltávoztam innen körökből, de az emlékeik azok megmaradtak a szívemben, és kívánom, hogy úgy, ahogy Jézus tanítványainak is a szívében megmaradt az emlék, amit Jézussal töltöttek, ez a 4 év, amit együtt töltöttünk, szeretném, ha megmaradna, sőt, tovább folytatódna, és az örökké valóságban is együtt lehetnénk egy ennél jóval nagyobb családban. Kívánom, hogy adjon a jó Isten ezen a földön jó egészséget, kitartó hitet, reményt a jövőben, Csetény népének, lakosainak,
És kívánom azt, hogy mindannyian jussunk be a dicső országba, mert Jézus Krisztus, mint a kereszténység nagy királya, üdvösségünknek nagy királya, rendez, amelyre hív bennünket. Ugyanakkor, amíg szép emlékek mellett haladunk, és ilyen kedves együttlétben időzhetünk, eszembe jutottak azok is, akik közösségből, falu közösségéből, különböző egyházak, gyülekezetek közösségéből ez év alatt eltávoztak, ahogy hallottuk ezt polgármester úrtól is, hogy nagy szeretettel emlékszik rájuk is. Az ő emlékökre én egy verset választottam, Reményi Sándortól, a Viszontlátásra című verset, és még olvasgattam a verset, és tűnődtem azon, hogy ezt felolvasom itt önök előtt is. Addig eszembe jutott egy kedves régi énekünk, különösen baptista körökben, de pünkösdi körökben is, és talán református körökben is éneklik azt, ott a folyónak túloldalán. Ó, minő kedves, szép látomány. És aztán a második vers így folytatódik. A szülők várnak boldogan ott, gyermekük majdan megjönni fog. Tehát van egy örökli boldog reménysége, és kívánom, hogy ez a reménység éltessen bennünket. És míg a viszontlátás versét mondom, addig ne csak az elmúlás jusson eszünkbe, hanem az újrakezdés és a folytatásnak az abban vetett hit. És ha igaz az, amit Jézus azt mondott, hogy ti ezentúl az én barátaim vagytok, akkor ő ezt úgy mondta ki, hogy egy örökké valóságra akart az ő barátságába fogadni. És nem csak neki, egymásnak is lehetünk barátai. De hogy az örök létben is folytatódjon, ezért Krisztusnak a barátjai kell, hogy legyünk. És Krisztus harcolt, megváltott, tanított, hívott, terheinket vette le vállunkról, és azt szeretné, hogy a mi boldogságunk örökké tartson. Ezt a boldogságot kívánom, és azt a gyakorlati megoldást már rövid létben is, amikor a bölcs azt mondja a Bibliában, hogy testvéré válik a barát. Kívánom, hogy egy nagy testvériségnek legyünk mindannyian a részesei, Jézus Krisztusban, az üdvösség királyában, és ha itt a földön elmúlás van, de odaát pedig örök boldogság vár mindenkire. Reményi Sándor, viszontlátásra. Viszontlátásra mondom, és megyek. Robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezet, amit elengedek? Viszontlátásra mondom, mégis. Viszontlátásra holnap. Vagy ha nem holnap, hát holnap után. Vagy ha nem akkor, hát majd azután. És ha aztán sem, talán egy év múlva. S ha még akkor sem, hát ezer év múlva. Viszontlátásra a földnek porában, viszontlátásra az égi sugárban, viszontlátásra a holdudvarán, vagy a tejút valamely csillagán, vidám viszontlátásra, mégis. Köszönjük szépen Orvis Lánkész úrnak a szavait, és most megadnám a lehetőséget református tiszteletes úrunknak, Kovács Attilának, itt szintén szeretettel üdvözlök itt, hogy álljuk meg kívásunkra. Nagy szeretettel köszöntünk be népes gyülekezetet, és köszönöm a meghívást, és örülök Isten iránti hálóban a szívemben, hogy ismét ebben az esztendőben is találkoztunk. Jön az advent hamarosan, itt lesz a karácsony, az üzletek megtelnek emberekkel, áruval, az emberek vásárolnak, hiszen ilyenkor megajándékozzák egymást. Az ajándékozásnak, a szeretetnek az ünnepe ez, és sokan talán, akik ott vannak a tömkelekben, nem is tudják igazán, nem is ismerik igazán a karácsony igazi tartalmát.
De vannak, akik ismerik a karácsonyi történeteket, hiszen ilyenkor majd megelevedednek előttünk. Jönnek az óvodások, jönnek az iskolások, aztán előkerülnek a Bibliában leírt karácsonyi történetek epizódjai a Szent Családnak Betlehembe menetele, aztán Jézus megszületése, a napkeleti bölcsek, aztán a gonosz Heródes király gyűlölete, a kis családnak Egyiptomba menekülése, és meg annyi ilyen történet, amit mindnyájan jól ismerünk. Azám, de más ismerni a történetet, más ismerni annak apró epizódjait, és más megismerni az üzenetét. És én most erre szeretném hangolni a szíveteket, hogy az üzenetét ismerje meg mindenki, az üzenetébe mélyüljön el mindenki, mert ez az üzenet arról szól, hogy Isten szereti ezt a világot, akármilyenek emberileg szólva a kilátásaink, akármilyen módon nézünk szembe a jövendővel, de Isten szereti ezt a világot és arra rendelte, hogy megtartsa, és különösképpen megtartsa benne az embert, mert ahogy ezt nagyon jól ismerjük ebből a minnyájunk által, ismert szép igéből, ami tényleg az evangéliumnak a summája, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy ez az üzenet érintse meg a szíveket. És túl a karácsonyi történet apró epizódjaim, a családi együttlét örömén, az életünk legnagyobb öröme legyen az, a kimondhatatlan, csodálatos ajándék, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta, és ezzel nem csak egyszerűen egy csodálatos barátságot, egy isteni segítőtársat kaptunk az életünkben, hanem ahogy Pál apostol a római levélben mondja, hogy mi módon ne ajándékozna az Úristen vele együtt mindent mi nélkünk. Mindent és mindent ő, aki az örökké valóságnak az Ura, aki végtelen bölcsességével megalkotta ezt a világot, de nem csak ezt a világot, amit úgy, ahogy megismer a tudomány, talán sokszor apró részleteiben is, de azt a világot és azokat a világokat is, amelyeket nem tud felfogni a mi emberi képzeletünk, Isten valamiképpen osztály részeseivé tett minket az egész teremtettségnek és az örökké valóságnak. És ez a csoda, ez a kegyelem, hogy örökkévaló szeretettel szeretett bennünket, és szeret bennünket. Erről ne feledkezzünk meg. Ez legyen életünk és ünnepeink legnagyobb ajándéka. És így ezzel a szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánok a mindenható Istentől mindnyájatoknak sok örömet, mind a családban, mind a közösségekben, és Isten kegyelme, szeretete legyen veletek, és áldjon meg benneteket. Néhány évvel ezelőtt Sáhóné Zsófi néni, sokan ismerik még közülünk, adott nekem egy verset. Nem tudom éppen milyen szándékkal, de annyit mondott nekem, hogy az édesanyámnak olvassam el. És nem igen ráakadtam erre egy versre, vagyis már a múlt évben is, és rágondoltam, hogy ha lesz alkalom, akkor az idősek napján elolvasom. Kérem, hallgassák meg. A legnagyobb művészet Turmezei Erzsébet fordítása. A legfőbb művészet, tudod mi? Derűs szívvel megölegedni. Tenni vágynál, s tétlen maradni. Igazad van, mégis hallgatni. Soha nem lenni reményvesztett, csendben hordozni a keresztet, irigység nélkül nézni másra, ki útját tetterősen járja. Kezed letenni az öletbe, hagyni, hogy gondodat más viselje. Hol segíteni tudtál régen, bevallani alázattal szépen, hogy arra most már nincsen erő, nem vagy olyan, mint az előtt. Így járni csendesen, vidáman, Istentől rátlakott igárban. Mi adhat ilyen békét nekünk,
abban a szent hitben élünk, hogy a teher, amit vinni kell, örök hazánkba készít el. Ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más. Elvégy a köteleinket, ha e világ fogva tart minket. Teljesen ezt a művészetet megtanulni nehezen lehet. Árad idő öregen is, sok küzdelem, hogy a szívünk csendes legyen, és készek legyünk beismerni, önmagunkban nem vagyunk semmi. Akkor lelkünk kegyelmes atya, nekünk a legszebb munkát tartogatja. A kezed gyenge más munkára, összekulcsolhat a domára. Áldást kérhetsz szeretteidre, körülötte nagyra, kicsinyre, ha ezt a munkát is elvégezed, és az utolsó óra közeleg, hangját hallod égi hívásnak, eljöttek, jöjj, el ne bocsátlak. Köszönöm, hogy meghallgattam. Akkor kíván valaki még most Simon néninek adnám meg a lehetőséget, amelyikben tud élni vele, hogy akkor mint legidősebb hölgy, asszony, Hát köszöntök mindenkit. Úgy érzem, hogy mindenki testvérem lesz, mert olyan szép ez hajlott lehet, hogy aztán. Hogy igazán meg vagyok elégedve. És akkor azt szeretném mondani, hogy sokat nem mondjak, hogy az a szavam volna, már azt elmondtam itt az első alkalommal, mikor 90 évet megtöltöttem, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülők fiát adta, hogy aki hisz benne, elnevezte, hanem örök élete legyen. Ez egy drága bibliai ige. És a mostani igét meg azt kaptam, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közeledik hozzátok. Hát ezt kívánom mindnyájunk keresztére először is magamnak, és azután mindenkinek, aki itt van, hogy együtt lehessünk a mennyben vagyok, a dicsőségben. Amen. Szépen Simon nénnek, és kívánjuk neki, hogy jó erőben, egészségben, hogy már utaltam is rá, élje meg a 100 évet, és akkor szintén megünnepelhessük ezt az évfordulót. Tessék, akkor még ki kíván esetleg a mai alkalommal hozzászólni, verset mondani. Amennyiben úgy látom, hogy nincs több jelentkező, akkor még egyszer megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, és most kívánok ismételten jó étvágyat, és pár perc beszélgetés után majd fordják a sütiket, mert az ételt, és mindenki fogyasszon, és érezze jól magátok. Mai alkalommal, és jövőre meg reméljük, hogy épp ilyen telt házzal meg tudjuk ünnepelni ezt az alkalmat. Lehet, hogy nem ugyanezen a napon, de tavaly is például pont november 20-án volt véletlen egybeesések, mivel az idősebb világunk október 1-én van, tehát október 1-e után mindenki illdomos ezeket megtartani és tartani novemberre sikerül. Úgyhogy akkor megköszönöm, és akkor mindenkinek jó étvágyat kívánok, és intézkedünk, hogy szolgálják fel a